Az autó kedvencével, amikor megismerkedünk, nagyon fontos, hogy megismerjük az Autodesk cég által alkalmazott file formátumokat. Ezek közül a legfontosabbak a DVG, a DVF és a DXF rajzcsere formátumok. A DVG a program natív file formátuma. A DVG rövidítés a drawing szóból ered. De ez a formátum is folyamatosan fejlődik. Így nem mindegyik DVG kompatibilis minden AutoCAD-del, de az újak általában ismerik a régebbieket. Azaz nem csak a programnak, hanem a DVG fájlformátumnak is van verziója, ezért tudnunk kell, hogy az adott AutoCAD verzió, vagy valamelyik Autodesk szoftver melyik fájlformátumot tudja írni és olvasni. A DVF, az a Design Web Format, kis testvére a DVG-nek. Webes használata találták ki, kimondottan az Express Viewer igényeihez csiszolták. A DXF, az a Drawing Exchange Format, az a rajzcsere formátum, nyitott formátum, főleg CAD és GIS programokban lehet átvinni a segítségével a rajzokat. Ez utóbbi formátum szinte kvázi szabványá vált, nagyon sok program képes olvasni, de írni is. Fontos megjegyeznünk azt, hogy a legtöbb CAD program képes a DVG állománnyal is dolgozni, de csak az Autodesk szoftverek képesek valódi, igazi, azaz true DVG állományt létrehozni, hiszen ez a formátum nem nyitott, hanem különféle alapítványokon keresztül egy olyan dokumentáció és bináris olvasó-író kódkönyvtár jött létre a harmadik felek számára, amellyel tudják ezeket az állományokat olvasni, de nem úgy, nem annyira széles spektrumban, mint ahogyan azt az Autodesk termékei képesek. Ezért igazándiból van valódi DVG állomány, és van idézőjelek között hamis vagy csökkentett tudású DVG állomány. Mint mondtam, a DVG-nek is különböző verziója van, megvan a maga verzió története. Ez a táblázat a Wikipédiáról származik, és nagyon szépen összefoglalja azt, hogy melyik DVG verzió, melyik AutoCAD verzióban található, és melyik AutoCAD verzió képes azt a verziójú DVG-t olvasni és írni. Általában fölülről lefele kompatibilisek egymással a CAD verziók, de jó tudnunk, hogy például a ma még fontos és ismert DVG 2000-es verzió, az az AutoCAD 2000-ben jelent meg, ott került bevezetése, majd 2000i és 2002-es verzióban is még ez volt az alapformátum. Később az AutoCAD 2014-es változatában, ebben az időszakban még nem évente jelentek meg az új AutoCAD verziók, bevezetése került a DVG 2004-es verzió, amelyet a 2004, 2005 és 2006-os AutoCAD tudott olvasni, azaz nem változott semmit. A DVG 2010-es verziót az AutoCAD 2010-es verziójában vezették be, nem változott ez a 2011-esben és a 12-esben sem. Most az AutoCAD 2013-as verziójánál megjelent a DVG 2013 verzió, azaz nem fogja olvasni ezt a DVG állományt az AutoCAD 2012, hiába a DVG. És az AutoCAD 2014 és valószínűleg a 2015 is ebbe a DVG 2013-ba fog menteni. Tehát oda kell figyelnünk arra, hogy milyen verziójú AutoCAD-del dolgozunk, és azon belül milyen DVG verzióval dolgozunk. Azért kell megváltoztatni a file formátumát, mert a programok fejlődnek. Nem csak az AutoCAD dolgozik a DVG állományokba, hanem a szakági alkalmazások is. Az új funkciók pedig új adatokat eredményeznek, vagy igényelnek, és ezeket el kell tudni tárolni.
Viszont, ha csak az alapfunkciókat használjuk ki, és műszaki, síkrajzokat, vagy egyszerű háromdimenziós modellezést hozunk létre a terveinkben, akkor nyugodtan lemelhetünk alacsonyabb DVG verzióra, mondjuk javasolt ma még a DVG 2000-es verzió, és ezzel azt fogjuk elérni, hogy AutoCAD 2000-től fölfele az összes CAD alkalmazás, tehát AutoCAD verzió képes lesz olvasni az állományainkat. Hogyan lehetne megmondani az AutoCAD-nek, hogy amikor megnyomjuk a kis lemezikont, amivel elmentjük az állományunkat, mindig AutoCAD 2010-es verzióba dolgozzon? Ezt a beállítások párbeszéd ablakon keresztül tudjuk megmondani az AutoCAD rendszerének. Mindjárt meg is mutatom ezt magába a szoftverbe, viszont ki szeretném emelni még előtte azt, hogy az ablaknyitásoknak, párbeszéd ablakok elindításának is van úgynevezett belső parancsa, ilyen például az Options. Ha ezt begépeljük a parancsolba, akkor beállítások rajzablak fog előugorni. Ott meg kell keresni a megnyitás és mentés fült, majd a fájlok mentésénél meg kell adnunk az alapértelmezett mentési típust. Ezt célszerű megtennünk, és akkor nem lesz probléma azzal, hogy egy 2013-asban készített DVG rajzot nem tudjuk megnyitni a 2012-es vagy 10-es AutoCAD verzióval. Most az AutoCAD-ben mutatom be, hogy hogyan lehet beállítani az alapértelmezett mentést. Gépeljük a parancsolba az alulvonás Options utasítást. Az alulvonás az azt mondja az AutoCAD-nek, hogy ez egy nyelvfüggetlen utasítás, és ilyenkor az angol nyelvű parancsok működnek a magyar nyelvű AutoCAD-ben is, de bármilyen nyelvű AutoCAD-ben is. Ütünk egy Entert, és ha egy picit várunk, bejön a beállítások párbeszéd ablak. Itt válasszuk ki a megnyitás és mentés fület. A fülön van a fájlok és mentés csoport, itt pedig adjuk meg az alapértelmezés mentés típusát, ez 2013-ra van állítva. Most válasszuk ki az AutoCAD 2000 verziót. Okézzuk le, és innentől kezdve, amikor megnyomjuk itt fölül a lemezikont, ebbe a verzióba fog menteni automatikusan az AutoCAD. Grafikusan a beállítás panelt az A betűre klikkelve lehetséges előhozni, és itt alul meg kell nyomni a beállítások nyomógombot. És szépen ugyanoda jutunk, mintha ezt a parancsolból indítottuk volna ki. Célszerű ezt megtennünk, mert ezzel nagyon sok kellemetlenséget tudunk elkerülni.